És ebben a színpadon Kerényi Miklós Máté. És a taps szóljon Kartfi Ajsának is, aki ült és gépelt. 4-5 napig reggeltől estig, úgyhogy nincs rá szó, hogy mennyire köszönöm nektek, Ajsának is és neked is. Az a nagyon nagy igazság, hogy ha már ebbe a helyzetbe kerültünk, hogy úgy bekerültem, hogy beleszólhattam a műsornak az alakulásába. Te csináltad. És ugyan mindenről tudtál, mondjuk egészen eddig a pillanatig. Nem énekled el a Pendragon szólót? De megígérem, hogy eléneklem a Pendragon szólót, ha én majd bírom. De hogy szeretnék, hogy? Szeretném, hogy... Szóval szerettem volna egy meglepetést, vagy szerettünk volna egy meglepetést. Igazából nem is mi szerettünk volna, szóval... Szeretném, hogyha... Ilyenekkel hívott fel éjszaka. Szeretném, hogyha meghallgatnál egy dalt. Egy dalt? Aha. Nem a Pendragon szól? Nem, én most azt szeretném, ha előbb meghallgatnál egy dalt. Jó? Zsebkendő van, szék, hova? Nem kell szerintem. Oda csak ülhetek? Nem, csak itt állj meg velem szembe. Jézusom, és azt hittem két percre leülhetek. Hallgass meg egy dalt. Jó, mehet. Erről én tényleg nem tudtam semmit. Hú. Na most láttam azt a hihetetlen anyai ösztönt, ami azért mindig kijön az emberből, hogyha a gyerek sír, bármi is történjék, még akkor is, hogyha az élethű koncert kellős közepén állunk, a mama nem sírhat, mert nem fogja tudni végig énekelni a dalt. Vas fegyelemmel álltam, na de eddig bírtam. Pintér Janka.